Tisztelt ünneplő közönség! 1848. március 14-én este egy maréknyi elégedetlen fiatalember a bécsi forradalom kitörésének hírére és a korábbi események hatására úgy döntött, hogy másnap, március 15-én kihirdeti egész Budapesten az akkori ellenzéki kör által elfogadott 12 pontot. Gondoljunk csak bele, mi késztethet fiatal embereket arra, hogy az elnyomó osztrák hatalommal szemben, akár életük kockáztatása árán is, ilyen fellépést tegyenek. A válasz igen egyszerű, a szabadságvágy. Ha kicsit magunkba tekintünk, és forgatjuk ezt a fogalmat, hogy szabadságvágy, talán mi már meg sem tudjuk igazán fogalmazni, hogy mit is jelent ez a szó. És ha belegondolunk, hogy az a forradalmi ifjúság, akik 1848-ban a forradalom szikráját lángálobbantották, liberális elvrendszert vallottak magukénak, akkor azt gondolom, hogy még nehezen meghatároznunk ma a szabadságvágy valódi és mai jelentését. Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy a mai liberálisok, vagy inkább nevezzük őket neoliberálisoknak, vagy még inkább balliberálisoknak, kiüresítve a 19. századi elődök iránymutatását, mára a pénz és a hatalom korlátlan és etikai értékektől mentes, minden áron való megszerzését burkolják ebbe a csodálatos fogalomba, hogy szabadságvágy. Ezek a hamis proféták szűkebb környezetünkben is itt vannak közöttünk, hamis civil képviseletet hirdetnek, teli torokba ordítják hazaáruló módon Brüsszelben és a magyar parlamentben az ő általuk megfogalmazott szabadságvágyat, csak azért, hogy felmondják a leckét a balliberális nemzetromboló hatalomhajház tartó tisztjeiknek, akik néhány ezüstpénzért, vagy inkább dollárért, akiknek inkább dollárért eladták magukat. Persze felmerül a kérdés, hogy mi itt, mit tehetünk ellenük. A 3 hónap múlva esedékes önkormányzat és Európa parlamenti választásokra el kell mennünk, és el kell vinnünk mindazon barátainkat, akik szavazatukkal ítéletet mondhatnak a mai balliberális nemzetrontók felett. Engedjék meg, hogy egy Vasa Albert idézettel zárjam köszöntőmet, ami így szól. Aki bántja a magyart, téged is üt. Nemzetet jussát, igazát, védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást, mert bármelyik magyar vesztesége, a te veszteséged is. Köszönöm, hogy meghallgattam. Főtisztelendő Varga János Emeritus Plébános úr, tisztelt elnökasszony, tisztelt önkormányzati képviselő urak, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves budaörsiek, sok szeretettel köszöntök mindenkit a budaörsi Fidesz-KDNP közös rendezvényén, amelyen a márciusi ifjakra emlékezünk. Ha két magyar összetalálkozik, jó esély van arra, hogy perceken belül 3 véleményen legyenek. Ritka, mint a fehér holló, amikor valamiben mindannyian egyetértünk. E ritka dolgok közé tartozik, hogy március 15-ére, a 176 évvel ezelőtt történt eseményekre ünnepként gondolunk. Az iskolákban, óvodákban, a köztereken újra és újra elmeséljük e nap történetét, kokárdát tűzünk a mellkasunkra, kicsinosítjuk odabent lelkünket, és emelt fővel bátran énekeljük a himnuszt, és szavaljuk a nemzeti dalt. Március 15-e egy nagy közös születésnap, a magyar szabadság születésének napja. Petőfi Sándor, a Reformkon lánglelkű költője aznap megadta hazánknak az azóta is vízhangzó tiszta hangot. Talpra magyar, híj a haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A márciusi ifjak e sorok vízhangozásával és az aznapi cselekedeteikkel kimondták, éljen a szabad és független Magyarország. A Reformkor vívmányai nyomán, március 15-én ők szerezték vissza nemzeti önbecsülésünket, állították helyre magyar önérzetünket. Dicsőség a márciusi ifjaknak. Kedves barátaim!
az 1100 éves magyar történelmet, a legnagyobb küzdelmeinket, hol békés, hol háborús eszközökkel, átát szövi a szüntelen küzdelem az önálló döntés lehetőségéért, a szuverenitásért, hogy azok maradhassunk, akik vagyunk. Úgy élhessünk, ahogy mi akarunk, és ne úgy, ahogy mások megmondják nekünk. Az oszmánok megmondták, hogy ki az igaz hitű, és ki a gyaur. A Habsburgok, hogy ki a jó keresztény. A németek, azt, hogy kivel élhetünk együtt, és kivel nem. A szovjetek arra akartak rászorítani, hogy magyarok helyett világproletárok legyünk. Napjaink brüsszeli bürokratái pedig liberális világpolgárra akarnak kalapálni bennünket, a divatja múltnak ítélt magyar formák helyett. Teszik ezt nap mint nap nyílt zsarolással, vagy ideküldött, fizetett ügynökök felhasználásával. Ezért is háborít fel minden jóérzésű embert, amikor Budaörs jelenlegi polgármestere látványosan keblére löli azokat a momentumos politikusokat, így Donát Annát és Cseh Katalint, akik nyíltan elismerik, hogy komoly munkájuk van abban, hogy a magyarok hátrányt szenvedjenek a nekünk járó uniós források elmaradása miatt. De ugyanezek a liberális megmondó emberek azok, akik élére állnak a brüsszeli migrációs paktum hazai elfogadtatásának. Ha rajtuk múlna, Budaörsön is megjelennének a migránsok okozta bűnözés, az erőszak, az együttélési képtelenség, a kezelhetetlen erőszakos konfliktusok sora. Ahogy azt Európa nyugati felében egyre inkább tapasztalhatják az ott élő benszülöttek, az idegen civilizáció megjelenése városaikban már saját biztonságukat, szabadságukat veszélyezteti. Budaörs polgármestere Wittinkoff Tamás pedig akár a város érdekeit is feláldozva igyekszik képviselni az önmagukat progresszívnak nevező liberális erők napi politikai érdekeit. Ezért nekünk itthon, Budaörsön fel kell emelnünk az ászlóinkat, ébresztőt kell fújnunk. Ha kedves még előttünk otthon egy nyugalma, biztonsága, akkor június 9-én nem hagyjuk, hogy csapdába csaljanak bennünket azok a szirénhangok, amelyek arra csábítanak, ahogy ők mondják, álljunk a történelem jó oldalára. Mi a magyar oldalt, a márciusi ifjakat válasszuk. Tisztelt ünneplő budaörsiek! Az 1848-49-es forradalmi szabadságharc tapasztalata és tanúsága, hogy nekünk magyaroknak a szabadságot sohasem adták ingyen. Mindig meg kellett küzdenünk érte. Tartsuk észbe tehát, rajtunk magyarokon kívül senki sem akarja, hogy nekünk erős, szuverén és sikeres országunk legyen. Azt is tudjuk, hogy az önállósághoz erő kell. Az erőhöz pedig egység. Ma az egység neve pedig június 9-e. Éljen a magyar szabadság, éljen haza!